Jó napot kívánunk! Sok szeretettel várunk mindenkit a közös koncertünkre. Szombat este lesz az Uránia Filmszínházban. Egy gyönyörű programmal várunk mindenkit. Debussyt, Ravelt és Prokofjevet fogunk játszani. Az est különlegessége egyébként, hogy helyfecátiratokat is játszunk, ami igen ritkán hangzik el Magyarországon, sőt a Prokofjev melódia is nagyon ritkán hangzik el. Engem mindig nagyon foglalkoztat az, hogy a zeneszerzők között milyen kölcsönhatások lépnek föl, és bizony itt Debussy, Ravel között egyértelmű, de a Prokofjev melódiában is nagyon felfedeztük azokat az impressionista jegyeket, amit egyébként a Debussy és Ravel zene magában hordoz. Egy gyönyörű darab, tényleg nagyon ritkán hangzik el Magyarországon, és hát a Prokofjev D-dur szonátája pedig eredetileg fuvolára íródott, igen nehéz a hegedűsök számára, Oistrák írta át, úgyhogy egy gigantikus mű, és egy, azt gondolom, hogy egy méltó befejezése lesz az estének. Ajánlanék három programot a 2019-es tavaszi fesztivál programjából. Nagyon örvendetes, hogy David Lynch produkciói vetítésre kerülnek az idei tavaszi fesztivál alkalmával. Lesz egy vetítés az Uránia Filmszínházban 14-én. Ezt nagyon nagy örömmel ajánlom, hiszen olyan érzelmek nyilvánulnak meg, és olyan gondolkodásra készteti a film nézőit David Lynch, ami a mai embertől kicsit távolabb áll, de mégis olyan régiókba juttatja el, ami nem minden film esetében vagy szellemi produktum esetében található meg. Nagyon nagy örömmel olvastam, hogy az én nagy szerelmem a koreai táncszínház is idejön Magyarországra, és egy gyönyörű produkcióval kápráztatja el a magyar közönséget. Ezt mindenképpen ajánlom, hiszen 4 évszakot mutatnak be, és ennek a szimbolikáját a koreai világból megismerteti a majd a magyar közönséggel, és remélhetőleg egy olyan színgazdag este lesz, amelyben a magyar közönség közelebb fog tudni kerülni az ázsiai világhoz. A 19-es tavaszi fesztivált orosz operával nyitottuk, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Itt a Muszorszkij Hovanscsina című darabját Kovács János vezényletével játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Erre reflektálva a tavaszi fesztivál záró aktusaként a Hamupipőke című balettet nézheti meg a közönség. Azt hiszem, hogy ez igen jól keretbe foglalja az idei orosz összművészette és ezen belül zenére, táncra összpontosító tavaszi fesztivál programját.